Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet. Azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Svédország, Németország és Ausztria. Körképünket Svédországgal kezdjük, ahol applikáción keresztül rendelnek taxit, és így mennek a bűncselekmények helyszínére az elkövetők. Taxikkal szállítják a drogot, a fegyvereket és még a robbanószereket is. Nem csak az ország határon belül alkalmazzák ezt a módszert, hanem Finnországba és Norvégiába is így járnak. Cser Attila, skandináviai tudósítónk jön a részletekkel Svédországból. Attila, hát benne azért felmerül a kérdés, hogy a taxisok tudnak-e arról, hogy miben vesznek részt, hogy akár bűncselekményekhez segítkeznek, illetve mit tudnak tenni, ha tudnak egyáltalán a taxitársaságok ezeknek a megakadályozására. Köszöntök mindenkit! A taxi társaságok képviselői szerint képtelenség az, hogy a migrációs bűnözők vagy az alvilág bármely szereplője most már applikációból hív taxit, elmegy a tett színhelyére, elvégzi a cselekményt, majd taxival távozik. Hiszen a taxis applikációk digitális nyomot hagynak, amelyek nagyon könnyen lekövethetők a rendőrség által. 2023. januárjától regisztrálják ezt a jelenséget itt Svédországban, és a 2024-es esetek után egyértelmű, hogy a bűnözőket valamilyen módon nem zavarja az, hogy világosan látható, hogy honnan hova mentek. Volt arra példa, hogy egy 16 éves fiú éles lőszert, robbanószert vitt a taxiba, de a 2023 elején rögzített eseményen vagy eset kapcsán egy 16 éves lány ment el egy étterembe, ahol két nőt lelőtt, majd taxival folytatta az útját. A taxisok meg vannak döbbenve, hiszen ők alapból nem tudják, hogy kiket vesznek föl, az applikáció nem mondja meg az illető szándékát, csak az úti célját. Komoly biztonsági kockázatot jelent mindenkire, aki bomba tölteteket visz személygépkocsival átlagos városi környezetbe, mondta egy taxis. Van, akiben csak akkor realizálódott a probléma, amikor hallotta a lövöldözést, vagy észlelte a robbanást. Nagy nehezen összekapcsolta egy göteborgi taxis az általa szállított emberrel azt a robbanást, amit Göteborgba hajtottak végre. A rendőrség nem tudja megelőzni ezeket az eseteket, habár a taxisokat egyre inkább felszerelik olyan pánik gombokkal, amely azonnal kapcsolatot létesíthetne a rendőrséghez, és lenyomozható lenne a cselekvő, az elkövető. A pánik gomb nem mindig segít, a göteborgi buszjáratokon is vannak pánik gombok, ennek ellenére késeléseket, a migrációs bevándorlós bűnözők közötti konfliktusokat nem tudták megakadályozni. Tehát nem csak a taxisok, hanem a buszsofőrök is, a villamosvezetők is komoly gondban vannak. És egyébként a hatóság mindig csak arra figyel, amikor valami nagyon nagy port követel. 6 hónappal ezelőtt az M1 is beszámolt arról a gyilkosságról, amit egy 39 éves férfi ellen követtek el, fia szeme láttára, aki csak azt kérte a bandatagoktól az uszodába menet fiával, hogy hagyják ki a fiút a bandába történő beszervezésből, lelőtték a fia szeme láttára. Ez a Skorholmeni eset azóta elcsendesült, és a helyiek arról beszélnek, hogy hova tűnt a politikusok segítségével. Úgy néz ki, hogy Svédországban a jelenlegi kormány még mindig csak kullog a bűncselekmények után. Németországgal folytatjuk, ahol a szövetségi bűnügyi rendőrség jelentése szerint folyamatosan nő a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma. Feltűnően emelkedett például a szexuális bűncselekmények száma. Tavaly 16,5%-kal több olyan esetet regisztráltak, amelynek gyanúsítottja migráns. Most kapcsolunk Berlinbe tudósítónkhoz, Noll Katalinhoz. Hát a rendőrség elkészítette a jelentést, kijöttek a számok, hogy reagáltak mindenre a politikusok.
Jó reggelt kívánok! A Drezdai Bíróság tárgyalta annak az afgán menedékkérőnek az ügyét, aki két nőt is megerőszakolt itt Németországban. A sors különös fintora, hogy ő feleségével és három gyermekével érkezett 2020-ban. A nyomozókat a DNS nyomok vezették nyomra. Ehhez hasonló esetek nagy számban fordulnak elő Németországban. Szexuális bűncselekmények naponta 25 ilyet regisztrál a rendőrség, és valóban, ahogy említetted, több mint 16%-kal nőtt azon esetek száma, ahol migráns a gyanúsított. A rendőrség most már külön foglalkozik a migránsok által elkövetett bűncselekményekkel, külön regisztrálja ezeket, statisztikát készít, és nemrég valóban megjelent egy tanulmány Bűnözés a bevándorlás kontextusában címmel. A rendőrség 3 millióra becsüli a migránsok számát, egy év alatt 3 millió 200 ezer bűncselekmény történik, és ezen bűncselekmények nagyjából 10, valamivel több mint 10%-a esetében legalább egy migrációs hátterű, legalább egy migráns a gyanúsított, és hogyha a migránsokra vetítjük ki ezt a számot, akkor a migráns bűnözők aránya több mint 26%-kal növekedett. De nem csak a szexuális bűncselekmények aránya nőtt, hanem például a lopások aránya csak nem 35%-kal, és a visszaeső migránsok száma is növekedett, azok, akik többszörös elkövetővé válnak, gyakorlatilag 23%-os a növekedés. Az okokat is vizsgálja a rendőrség, a 21-30 év közötti, tehát a fiatalok körében a férfiak aránya kétszerese a nők arányának. Németországban a politikusok próbálnak intézkedéseket hozni, például Észak-Rajna-Veszfália tartományban már évekkel ezelőtt zéró toleranciát hirdettek a klánokkal szemben, vagy itt Berlinben az ezer szúrás politikájáról beszéltek, ami azt jelenti, hogy a célok szerint a kisebb bűncselekményeket is büntetni kell, hiszen ahogy fogalmaznak a politikusok, egy tűszúrás kevésbé fáj, de ezer tűszúrást már megéreznek az elkövetők, de gyakorlatilag a számok növekedése azt mutatja, hogy nem sok sikerrel rendelték el ezeket az intézkedéseket, és sajnos a német társadalom is segíti olykor a migránsokat a bűnözésben. Nagyon sokat beszéltünk például a bankkártyáról, amit a migránsok számára vezettek be annak érdekében, hogy ne készpénzhez jussanak, ne készpénzben kapják a juttatásaikat, és már vannak több nagyvárosban is olyan szervezetek, olyan emberek, akik segítik a migránsokat abban, hogy készpénzhez jussanak, tehát arra ösztönzik őket, hogy utalványokat vásároljanak, és ezeket az utalványokat felvásárolják tőlük készpénzért. 6000 euró szociális segélyt kaphat egy 10 tagú migráns család Ausztriában. Nem ez az első ilyen eset, korábban is volt már hasonló, az osztrák közvéleményt azonban most sokkolta az újabb extrém juttatásról szóló hír. Bencsik Ildikóhoz kapcsolunk Kismartonba. Hát hogyan lehetséges az, hogy egy család ekkora összegű segélyt kap, illetve van ennek valamilyen kockázata, hogy ilyenre egyáltalán van lehetőség Ausztriában? Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket. Nos igen, nyáron már volt egy rendkívüli eset, ott 4600 eurót kapott egy 9 tagú szíriai család Bécs egyik legfelkapottabb belvárosi részében, egy luxus apartmanban szállásolták el őket. Amikor ez kiderült, ez a lakosságot nagyban felháborította, hiszen nagyon sok bécsi meg sem engedheti magának, hogy a belvárosban legyen lakása, akkor a bevándorlókat miért oda szállásolják el. Azonban a Péter Hecker megvédte ezt az esetet, azt mondta, hogy nincs ebben semmi rendkívüli, minden gyermeket szeretettel várnak Bécsben. Ezt akkor az úgy tűnt, hogy rendkívüli esetként kezelik, azonban az FPÖ azt mondta, hogy ez nem rendkívüli, ugyanis nagyon is gyakori az, hogy akár a 8-9 kiskorú gyermeket nevelő családok akár 6000 euró segélyt is kapnak. Ugye ez több részből tevődik össze, van benne lakhatási támogatás, van benne szociális segély és van benne családi pótlék is, és ugye ez nagyon óriási összeg ahhoz képest, hogy ezek az emberek nem dolgoznak. De akár már egy 3 kiskorút nevelő esetben is a 3400 euró, hogyha azt nézzük, hogy Ausztriában mennyi az átlag kereset, ahhoz képest ez jóval magasabb összeg, és ez nyilván felháborítja az ítélőket, azokat, akik dolgoznak, és kemény munkával keresik meg ezt a pénzt. Azonban egyre nagyobb ugye ez a másodlagos migráció Ausztriában, ugye mint említettem, az illegális migráció már nem annyira gyakori, azonban a családegyesítések miatt akár egy letelepedett ember 8-9 embert is magával hozhat, ugye az arab országokban elég
elég nagy a családok létszáma, tehát hogy akár egy tisztagú család is simán átjöhet Ausztriába, és az itt lévő embereknek tehát az adófizetők pénzéből támogatják őket. Az osztrák családok aránya egyébként Stájerországban már 23%, tehát 1100 háztartásból 869 nem osztrák állampolgárságú, ez az FPÖ Stájerország hozta nyilvánosságra. Ezért egyébként az ÖFOP és az FPÖ által létrehozott szociális segélyrendszert okolják, illetve azt, hogy gyakorlatilag nyitottak a határok ezzel a családegyesítéssel, és óriási egyensúlytalanság jön létre. Ami köztudott, hogy szeretnének behozni végre egy olyan természetbeni juttatási kártyát, ami egy kicsit normalizálná ezeket az összegeket. Ugye ennek az lenne a lényege, hogy ne készpénzben kapják meg a bevándorlók a segélyeket, hanem úgynevezett ilyen utalványokban, illetve egy kártyával, ahol kicsit korlátozva lenne azt, hogy mit tudnak vásárolni, hol tudják felhasználni ezeket a kártyákat, illetve a szállásadóknak is tudnának ezzel fizetni. Gerhard Kartner szerint, a belügyminiszter szerint 2025-re már nagyon sok helyen megvalósulhatna ez. 7 állam is, tartomány is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Van, ahol már egyébként működik, egyelőre még nagyon nagyok a különbségek, hogy ki mennyire veszi ezt szigorúan. Például az FPÖ vezetője Herbert Kickl azt mondja, hogy ő annyira szigorítaná ezt, hogy ezzel a kártyával például alkoholt és cigarettát egyáltalán ne tudjanak vásárolni, hisz nem azért vannak itt a bevándorlók, hogy jól létben legyenek, hanem azért, hogy az alapellátásban részesüljenek. Úgyhogy a kártya kidolgozása még mindig folyamatban van, a visszaéléseket szeretnék ezzel minél inkább csökkenteni. Bencsik Ildikónak, Noll Katalinnak és Cser Attilának köszönjük.